hegedű verseny harmadik tételét fogják hallani, ami legnehezebb. Ezt is Joachimnak ajánlotta az egész hegedű verseny. Tessék!
Brahms konzervatív zenét írt, illetve csodálatos zenéket, de nem volt úttörő. Hát szembe ugye vele volt Wagner, Liszt, akik úttörők voltak. Még Wagnernek a fiatal korában még azt mondták, a jövő zenéje, Zukunftmusik. Lehet, hogy a jövőben még valami lesz belőle, de hát ez még csak a jövőjé. Később pedig ez lett a legnagyobb dicséret, amikor valakire azt mondták, hogy forradalmár újító, valahogy egyszeribe ez a két szó, hogy jó és új, ez szinonim fogalmak lettek. Ha megnézzük az egyiptomi festészetet, évszázados, ezerek alatt nem változott, és mégis elég jó volt, és az embereknek tetszett. Sőt, később azóta a legnagyobb bírálat mindig, hogy hát túl modern például Beethovenre. Chopin maga leírja, hogy amikor a tanárának elküldött egy művét, hogy el volt botrálkozva, hogy milyen új dolgok jönnek ki a tolla alól. Tehát ez egyáltalán nem volt. És akkor jött Max Weber, a nagy szociológus, német szociológus, aki azt mondta, hogy az iparosodás, vagyis a kapitalizmus hozta be ezt az ötletet, hogy ami új, az jó. Hát ugye a kereskedelmi társadalom akkor tudja eladni az áruját. Na most ezért aztán azok a művészek, akik nem hoztak valami egész különlegesen újat, azokat már lebecsülték. Így például nagyon sokan Brahmsot is, mégpedig elég fontos emberek is, mint Benjamin Britten, vagy Maxwell Davis, aki a modern angol zenének az egyik ilyen apostola, és hát nálunk Dohnányi volt, akit nem értékeltek eléggé, hát az ő idejében még innen, de aztán nem annyira, miért, mert nem volt forradalmár. A Brahms neki nem volt a megnyilvánulási területe a színház, nem írt operát soha, ő nem volt forradalmár, és hát úgy legfeljebb csak elaludt, amikor is zongorázott. Ennyi volt az elleni tevékenysége, azok iránt az irányzatok iránt, amikkel ő nem értett egyet. Ő egész egyszerűen csak szép zenét írt, és ilyen ide tartozik a minden műve, elsősorban a négy szimfóniája, és majd a Requiem, amiből fogunk egy tételt hallani. És most a második szimfónia érdekes módon, ugye azt mondtuk, hogy Beethovennek a folytatója, Beethovennek a legvidámabb szimfóniája a második szimfónia, és D-dur szimfónia, Brahmsnak is. Tehát a négy szimfónia között többi borongós, őszi, szomorú, hát hallottuk ezt a nagyon szép romantikus tételt például a harmadikból, de az igazán életteli és jókedvű szimfónia az a második szimfónia. Hát most ennek meghallgatjuk az utolsó tételét.
Elérkeztünk az utolsó számhoz, a Requiemnek a hatodik, a legnagyobb tételéhez, ami tulajdonképpen egy örömóda, mert a győzelem a halál és a pokol felett. Érdekes módon azt akkor írta, amikor az édesanyja meghalt, és hát akkor még 33 éves volt, egy 33 éves embertől ilyet, és érdekes módon Schumann meggyorsolta ezt, azban az első kritikájában azt írta, mert akkor még ő nem hallott kórusművet a Brahms-tól, és azt mondta, hogy ha majd a nagy tömegekhez fordul kórussal, nagy zenekarral, akkor lát igazi csodákat majd az emberiség. Hát egy ilyen csoda ez a német Requiem, aminek mondjuk a külön érdekessége, hogy nem katolikus liturgiára íródott, hanem német nyelvön, tehát a Bibliának a szövegei, amit ők kiválasztott szövegeket. Szeretném még megemlíteni, hogy tényleg a művészetnek a lényegével kapcsolatban annak honnan kell jönni, mihez kell igazodni egy művésznek. Mert például gyakran halljuk ezt, hogy az előadó az csak a komponistát szolgálja, és ne a saját egyéniségét. Ez egy teljes félreértés, mert mindenki így egyéniség mindenképpen. Ha 10 zongorista, 100 zongorista kimegy a pódiumra, és eljátsz a céduskálat, az mind különböző lesz. Tehát az egyéniség az mindenképpen ott van. És ha pedig valamit én azért akar, pontosan, mint már mondtam, azért, mert hogy új legyen, és akkor a keresi most, hogy most ezzel legyen nagy, az egy teljesen kárba vezet fáradtság. Amikor a nagy zen buddhista bölcs haldoklik, és a hívei, tanítványai körülveszik a halálos ágyán, és egyszer csak azt látják, hogy az öreg elkezd kuncogni, nevetgélni. Hát a mester mind nevet? Hát csak az a nevetek, hogy én milyen ostoba voltam. Mester, hogy mondhatjét, hogy ostoba, legbölcsebb. Nem, én azért mondom ezt, mert én ott ültem a forrás partján, és én kis csészékbe adtam az embereknek inni, akik oda jöttek hozzám, ahelyett, hogy azt mondtam volna, eredj oda a forráshoz. Na mi a forrás? Az a mindenkinek a forrás, ami benne van. Annál többet nem tud adni. Tehát mindenkit a legjobban akkor szolgálja a zeneszerzőt, a művészetet, a szellemi világot, ha ő a saját forrásából ad.